Kezdtünk a les szabályhoz. A les az ugyanaz, mint a labdarúgásban les, tehát hogyha a támadó fél játékosa, közelebb van az ellenfél kapujához, mint a védekező fél utolsó védője, és megkapja a labdát hátulról. Tehát ilyenkor les van. Ugyanúgy, mint a labdarúgásban. A labdarúgásban viszont a felező vonal számít olyan pontnak, ahon, ami mögül indulva, hiába ő az utolsó játékos, nincsen lesen ugye, itt viszont a gólhatárvonal ez a pont, tehát ha még egy kicsit is érinti ezt a vonalat, és ő az utolsó ember, tehát nincsen védő már közte és a kapu között, de még éri a vonalat, akkor nincsen les. A les abban az esetben van, hogyha az előre felé menő labda elhagyja már az utolsó védő vonalát, tehát hogyha passzolunk előre felé, de a labda megáll itt, tehát az utolsó védőnek a vonalát még nem halad, nem lépi át, akkor még nincsen les, még nem adott a les helyzet, még nincsen szabadrugás azért, mert hogy lesen van az ellenfél, még akár vissza lehet, meg lehet oldani a les helyzetet, ki lehet jönni a les helyzetből. Tehát ilyenkor még folytatódhat a játék. Akkor sincsen még les, vagy akkor sincsen egyáltalán les, hogyha játékossal bejövünk, és magunkat indítva érünk el olyan helyre, ahol mi vagyunk az utolsó emberek, és nincsen már védő, hiszen egyedül megindult egy szóló, indított az a támadó játékos. A védekező félnek ezért az ilyen, azért már van les ugye a játékban, egy hasznos tanács, vagy egy ilyen ellenszere lehet az ellenfél támadásaira, hogyha jön az ellenfél, és nem ideál, hogy védekezzen egyet, hanem mondjuk csinál egy ilyet, és egyből leseállította ezt a játékost az ellenfél. A támadó fél már nem tud előre passzolni, előrébb menni sokkal, hiszen hogyha előre passzolja a labdát és elér utolsó védő vonalán túl megy a labda, akkor már les van és elvesztette a labdát, szabadrugásra jöhet az ellenfél. A lest úgy lehet megelőzni, két lehetőség van megelőzni a les helyzetet a támadó félnek. Az egyik megoldás az, hogy azzal a játékossal, aki lesen áll, visszajövök a labdáért, tehát megjátszom a labdát. Följövök, hozzáérek a labdához, ilyenkor nincsen les, hiszen az a játékos jött vissza a labdáért, aki lesen tartózkodott, és ezt megoldva visszajött a labdáért, és már nem volt lesen. A másik lehetőség, hogyha mondjuk ez a lehetőség annyira nem adott, mondjuk nem tudunk vele visszajönni a labdáért, nem éri el a labdát, vagy pedig nem is szeretnénk, mert egész más sokkal jobb helyzetben van a labdával, akkor van egy olyan lehetőség, hogy azt mondja a támadó fél bármikor a támadás folyamán, hogy visszajövök lesről, és ilyenkor a lesen lévő játékosát elpöcköli valahova, ahol már nincsen lesen. Ilyenkor azonban a védekező félnek is van egy blokkolási lehetősége, és ő is pöckölhet egyet. Ez a lehetőség egy támadáson belül háromszor lehetséges, szóval hogyha a támadó félnek három játékosa is lesen tartózkodik, akkor akár egymás után is visszajöhet lestről a három játékossal. Viszont azzal a játékossal, akivel lesen tartózkodunk, vissza szeretnénk jönni lestről, visszajövünk lestről, védekezik egyet az ellenfél, azzal nem jöhetünk újra, nem érhetünk a labdába addig, amíg más nem ért bele, tehát nem kerülhetünk előnybe, hiába jövünk nagyon jó helyzetbe vissza, ezzel nem érhetek a labdába, mert ő most visszajött lesről. És ez igaz akkor is, hogyha három játékossal jövünk vissza, azzal a hárommal nem érhetünk labdába, ameddig más nem ért hozzá. Ugyanúgy, mint a labdarúgásba, bedobásnál hiába áll elő az ember, hiába van amúgy lesen, bedobásnál nincsen les.